A több mint 4 évtizede futó Évmadara lakossági internetes szavazást legutóbb a Barkós Cinege nyerte. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1979-ben indította el ezt a programot. Célja a természetvédelmi problémákkal érintett fajok vagy madárcsoportok társadalmi szintű bemutatása. Boldog Gusztáv természetvédelmi őrkerületvezető kiemelte, a madár kiválasztásánál a nádasokra fókuszáltak. Így a nádas lakó énekes madárra, a Barkós Cinegére esett a választás. Ezért került ki végül győztesen ez a madár. Ez egy Európában és Ázsiában élő madárfaj. Ázsiában nagy összefüggő élettere van. Európában viszont nagyon picike, pontszerű, szigetszerű élőhelyek. Éppen azért, mert a nádasoknak a helyzete Európában nem igazán rózsás, szemben mondjuk az ázsiai területekkel, ahol zöld folyosók összekötik ezeket az élőhelyfoltokat. Európában ez nagyon-nagyon nem jellemző, ezért sok helyen előfordulhat, ahol nádasok vannak, de miután egy eléggé helyhez kötött madárról van szó, picike kis turcsi kerek szárnya van, ami nem is nagyon teszi arra őt alkalmassá, hogy nagy távolságokon keresztül vándoroljon. Zövében állandó madár azért is, mert hogy egyszerűen képtelen átmenni a szomszéd nádasba, és vagy nehezére esik ez. Boldog Gusztáv kiemelte, ahol nádas van, ott sok helyen megtalálható a Barkós Cinege Békésvár megyében is. Olyan területet találunk, ahol az ember megengedte mondjuk egy vizes élőhelynek, hogy nádast érleljen a partján. Tehát van nem egy bányató, aminek egy fél méteres nádszegélye van csak, hát az nyilván alkalmatlan neki, de olyan néhány száz négyzetméternyi nádas van, ott belebotolhatunk ebbe a madárba. Általában különben a hangjáról lehet megismerni, hogyha valaki egy picit jártasabb ebben, akkor könnyen észreveheti. Nagyon-nagyon jellegzetes hangja van, hogy barkos cinkék vannak a környéken. A tavasztól őszig tartó melegebb hónapokban tápláléka alapvetően apró ízelt lábúakból áll, amelyeket a nádszálak csúcsi részétől a víz felszínig változatos magasságban keresgélve szedeget össze. A Barkós Cinege ruhája a száraz, sárguló nádhoz hasonlít. A hímeknek, a nevükhöz méltó módon, barkóik vannak. Szemük alatt hosszú, fekete, szakálszerű dísztollak találhatók.